Horthy László, a Torontálvásárhelyi József Attila Művelődési Otthon igazgatója műsorunknak beszámolta tevékenységeikről, az aktuális történésekről, tervekről. Hát, mint minden évben is, az első 6 hónap az mindig sokkal gyengébb a berendezményeket illeti, mint a második fél év. Hát ideig részt vettünk azon a rendezvényeken, a tradicionálisan, amelyeken minden évben voltunk. Többek között meg kell említeni a kölyketáncot, meg kell említeni azt is, hogy az idén a Községi Turisztikai Szövetség új rendezvényekkel lépett föl, és hogy azon is a kis magyar néptárs csoportunk meghívást kapott, és örömmel vettünk részt. A pörkölt főző versenyen kívül, ami szintén május folyamán történt, meg kell említeni, hogy a kis néptánc csoport részt vett egy 5 napos balatoni néptánc táboron. Most az idén már másodszor voltunk ott külön meghívásra. A jövőre is már megtörtént a meghívás, úgyhogy hát hiszem, hogy nem leszünk olyan helyzetben, hogy ne bírjunk elmenni, ami azt illeti. Községi versenyeken részt vettünk, és így ennyi volt ez az első 6 hónap. De folyamatosan készülünk a második fél évre történő rendezvényekre. Egyik testvértelepülésünk Balatonszabadi, de van még, tehát Nagyatád és Hódmezővásárhely. Milyen a kapcsolat? Hát a Nagyatáddal az utóbbi 2 évben valahogy nem nagyon, mondhatom őszintén, hogy nincs is majdnem semmilyen kapcsolatunk. Nem tudom ennek miért történt ez így. Hódmezővásárhely viszont folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Szerződést írtunk alá az ottani színjátszó csoporttal, hogy az ősz folyamán, hát most pontos dátumot nem tudok mondani, de az ősz folyamán el fognak látogatni hozzánk egy színdarabbal. Folyamatosan együtt dolgozunk az idei Vive Fesztiválnak a megrendezésén. Szabadon mondhatom, hogy és büszkén, hogy az idénre is megvannak a költségvetés biztosítva, szóval a pénz, amire szükségünk van, hogy ez a 2 napos fesztivál ismét jól sikerüljön. Utána viszont október folyamán, a dátumot még nem fixáltuk le, a gála este úgy szintén, mint tavaly, vendégek leszünk Hódmezővásárhelyen. Mik a tervek a nyári időszakra még? Itt említettük a Vive Fesztivált, ezt megelőzően a Vive Nóta tábor lesz az idén is? Igen. Hát nem az a tradicionális nótatábor lesz, mint visszamenőleg. Azért, mert sajnos az idén most már nagyon érezhető az a tendencia, hogy a fiataljaink elmentek. Úgyhogy sajnos egyetlen egy amatőr énekes nem jelentkezett. Ami azt jelenti, hogy amatőr énekes kategóriában nem lesznek föllépők, de ennek ellentétében volt 40-valahány új szerzemény, amit beküldtek a vajdasági szövegírók, nótaszerzők. Abból ki lett tudomásom szerint olyan 15 választva. Most van folyamatban a szétosztás, szóval az énekesek közötti szétosztása, és egy ilyen nótatábor, amit most úgy fogunk írni, hogy nótatábor, tulajdonképpen ez abból lesz, hogy az énekesek begyakorolják ezeket az új nóták, az új szerzeményeket. Hát ezt most, ez a július és augusztus hónap, ez olyan, hogy a július főleg olyan, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz valamit összehozni, mivel hogy az emberek ki hogy bírja, úgy csak kicsit utazgatnak erre-arra, egy kis szabadság, egy kis vendégeskedés, és akkor ez a július hónap, ez ilyen nagyon-nagyon gyenge, ami a rendezvényeket illeti. Az augusztus másik felébe ottan már kezdődnek már a rendezvények, és ehhez mi is muszáj volt, hogy igazodjunk, és ha minden úgy lesz, hogy kiterveztük és megbeszéltük, akkor szeptember 2-án ez a 2 napos nótatábor itt.
Augusztus 20-án kezdődnek itten a tulajdonképpen a rendezvények nálunk, az pedig a Magyar Művelődési és Művészeti Központ hozott egy ilyen hát határozat, hogy is nevezzük, ez nem határozat, egy ilyen rendezvény nevet mondjuk rá, úgy inkább igen, hogy a falunknak a letelepedése alkalmából, nem falunap, hanem a falunknak a letelepedése alkalmából rendezett nótest. Ez 26-ára van, augusztus 26-ára van tervezve. Itten Mérges Esztének, mivel hogy ő neki idáig 25 új szerzeményét adták elő az énekesek idáig a fesztiválokon. Ebből a 25-ből én azt hiszem, hogy 20-valahány, 22-23 nóta kerül majd. Szóval mind az ő szerzeménye, különböző nóta szerkesztőkkel, és tudomásom szerint 7 vagy 8 énekes lesz. Úgyhogy ez egy mondhassuk majdnem, hogy egy a Vive Fesztiválnak egy ilyen előrendezvénye lesz, mivel hogy azok a nóták lesznek előadva, amik már visszamenőleg elhangzottak a Vive Fesztiválon. Utána folytassuk, a szeptember és az október ez majdnem, hogy minden hétvége tele lesz, és hogy majdnem minden hétvégén itt fog történni valami. 9-a következő hétvége, akkor lesz a 28. Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek találkozója. Az idén mi leszünk itt a házigazdák. Ehhez is már folytassuk a megbeszéléseket, és de komolyabban majd csak ott augusztus elején kezdünk hozzá, és akkor lesz egy teljes hónapunk, hogy pontosan megbeszéljük, hogy is fog az idén ez hogy is fogjuk végbevinni. A 16. az jelenleg még szabad, de azt fönntartjuk a nótatábornak, hogy esetleg másodikára, mert itten zenekarra is van szükségünk, ha esetleg másodikán a zenekar nem bírjuk angazsálni őket, akkor elhalasztjuk 16-ára, de 16-ra lesz az utolsó hét, amikor ezt meg kell tartsuk, mivel hogy szeptember 30-ára és október 1-ére tervezzük az idén megtartani a fesztivált. Reméljük, hogy ez össze is fog jönni, szóval ami a fesztivált illeti, nem látok akadályokat, hogy ne legyen így, na de egyedül mondom, a nótatábor ezt meg kell előtte, hogy tartsuk, ugye. Még maradt a szeptemberben 23-a. 23-án az idén meg fogjuk rendezni másik alkalommal a Kukorica Fesztivált. Ezt a Pipacs Négylet. Tulajdonképpen ők a fő szervezők, fő rendezők. Mi a művelődés otthonon csak itten helyet adunk nekik, és belesegítünk tulajdonképpen, hogyha szükség lesz rá. Következő hétvége Vive, vagy az első, vagy a második hétvégén októberbe vendégül érkeznek a Balatonszabadi Színjátszó csoport, a Tália. Ezt is meg úgy vagyunk, hogy vagy az egyik, vagy a másik, meglássuk, hogy nekik hogy felel jobban, meg mi nekünk teljesen mindegy, úgyhogy mi el fogjuk vállalni akármelyik termint adják. Utána még akkor marad ez a Hódmezővásárhelyi vendégszereplésünk a Vive Gála estjével. Ez is valószínűleg, hogy vagy 21-e, vagy 28-e lesz októberben. Hát aztán már ritkulnak majd a rendezvények, kezdődik a ugye a hidegebb idők is, és akkor kicsit meg lesz mondjuk kötve a kezünk, esetleg ez a fönti termet bírjuk majd használni. Hát vannak előrelátásban ilyen kisebb előadások, ilyen vendégszereplések, de ez majd alakulni fog, ahogy az idő múlik, úgy fognak alakulni, és úgy fogunk hozzáállni, belekapcsolódni ebbe az egész. A kis táncosok most a nyári szünetet, gondolom kis szünetet tartanak, de számukra ilyen jutalom medencefürdés van a nyár folyamán. Igen, ez így van. Mint most már pár éve visszamenőleg, ahogy sikerült megbeszélni a medence üzemeltetőjével, hogy hetente kétszer, normális, hogyha az idő megereszti, hogy
ilyen 2-3 óra hosszás kedéskedés időtökről van szó, kilátogassunk, és a gyerekek kicsit kifürödjék magukat. Ez egy ilyen jutalom, mint ahogy lett említve az előtt. Hát én annak a híje vagyok, hogy mindenkit, aki főleg hogyha a szabad ideit szenteli valamire, ebben az esetben a művelődési otthonnak, vagyis a művelődési életünknek, akkor megérdemel valami jutalmat. Hát az egyik az volt, hogy ez a Balatonszabadi táboron részt vettünk, mert ott a munka mellett fürödtek is elég sokat, és mostan az elkövetkező időszakban, ami még hátra maradt a nyárból, itten hetente kétszer az itteni fürdőmedencére fogjuk kivinni őket, és ott itt fogják kicsit lehűteni magukat, és szórakozni, és játszani, pihenni tulajdonképpen. Kevesen vannak, 3 tagban áll ez a kis Triocitaris Citera csoport, viszont nagyon-nagyon-nagyon jól csinálják. Az idén is egy pár elismerésben részesültek különböző rendezvényeken, úgyhogy ősztől megpróbálunk, már Józsival már beszélgettünk, megpróbálunk az iskolába toborozni megint gyerekeket, és meglássuk, hát ha sikere leszünk, és bár egy kicsit kibővítenénk ezt a csoportot, hogy többen legyenek. De ők is, szóval ahova mennek a tánccsoport, a kis tánccsoport, oda ők is mennek, mivel hogy a két tagjuk táncos is és citerás is, úgyhogy csak egy kislány van, aki simán csak citerás, de hát őt is bekapcsoljuk ezekbe a jutalmakba. Az idén a Budapesti Rákóczi Szövetség egy új programmal lépett fel, és pedig Gólyahír néven. Mit jelent ez? Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a születésüktől kezdve a magyar ajkú kis gyerekekről a Rákóczi Szövetség gondoskodni akar. Akarja tudni, hogy hányan vannak, hol vannak, és ezt különböző, most az idén úgy oldották meg, illetve úgy fog ezt aztán tovább lenni, hogy egy ilyen kis könyvet, illetve ez ilyen album tulajdonképpen, album, amiben a szülők belebírják írni tulajdonképpen az első naptól kezdve, 2 éves korukig képekkel bírják illusztrálni, beírni az eseményeket, pozitív, negatívat, hogy megmaradjon a gyerekeknek a számára, viszont ez a folyamatosan kísérni fogja a Rákóczi Szövetség ezeket a magyar ajkú kis gyerekeket. Mindaddig még az iskolába is nem indulnak, és maradt továbbra is az, hogy az óvodásokat az idén is már kiosztottak ilyen kis csomagokat nekik, ilyen iskola kezdésre. Mostan majd, mikor szeptember 1-én elindulnak, akkor lesz szintén ilyen kicsit komolyabb csomag a magyar ajkú diákok számára, és még ottan október vége, november elején még pénz összegbe is részesülnek minden elsős. Itt most csak ezek csak az elsősökről van szó. Tudni már, hogy itt Torontálvásárhelyen mikor fogják kiosztani ezeket az ajándékokat az újszülöttek? Hát, folyamatban van, megkaptam ezeket a könyveket. Hamarosan, most nem szeretnék mondani dátumot, mert ha véletlen nem bírom, akkor én vagyok a megbízott, úgyhogy ha véletlen nem bírom, akkor megcsinálni, akkor hát nem szeretnék negatív kritikát kapni abból a szempontból, hogy mondtad is. De hamarosan. Szóval én azt hiszem, hogy július folyamán biztos. Július folyamán, augusztus 1-ig biztos megcsináljuk. És bizonyára vannak adatok, tehát hogy Torontálvásárhelyen most hány újszülött gyermek kapja az ajándékot? Hát ez mondjuk rá nem dicsekvésre méltó adat, de én azt hiszem, hogy másfelé is így van. Sajnos idáig összesen 15 gyerek született Torontálvásárhelyen, ebből 5 magyar ajkú. Szóval kevés az egyik is, kevés a másik is, mind a kettő, mind generáció. Ahhoz képest, ha nézzük, hogy júliusban vagyunk, hogy én már idad a július vége fele is, nem is tudunk
sok olyan mamáról, mondjuk így, akik még az idén gyereküket fognak igen hozni a világra, úgyhogy hát én azt hiszem, hogy sajnos ez, ha ez így megy, de valószínűleg, hogy ez lesz a leggyengébb generáció az utóbbi 30 évben. Na de hát mit csináljunk? Ez ennek az eredmény, ami történik, nem csak nálunk itt, de Bölcsen Torontálvásárhelyen, hanem az egész mondhatom, majdnem, nem, még azt sem mondhatom, hogy Vajdaságban, hanem majdnem Szerbiában. A VMS helyi szervezete sikeresen működik itt Torontálvásárhelyen is. Mik az aktuális történések? Hát ez úgy van, hogy mint minden, hogy amikor valami rendezvény előtt vagyunk, vagy valami történés előtt vagyunk, akkor sokkal több, sokkal komolyabb aktivitások folynak. Hát most jelenleg majdnem mondhatom, hogy ilyen az mellett, szóval a fejok, hogy mondom, hogy ez a július, ez általában holt szezon, mindenhol, de ez azt jelenti, hogy a politikai életet is. Úgyhogy mindenki most egy ilyen pihenő, én szerintem egy ilyen pihenő állapotban van. Mi az év elején meghoztunk egy olyan határozatot, hogy minden hónap utolsó csütörtökén találkozunk, és megvitassuk azokat a kérdéseket, amik fölmerülnek esetleg a tagjaink között, úgy falu szintűeket, vagy esetleg szélesebb körűek. Ez erre szükség volt, mivel hogy visszamenőleg már egy-két éve olyan kritikát kapott a vezetőség, amit helyeslök is mondjuk rá én egy részben, hogy mindig csak akkor gondolunk a tagságra, amikor szükség van rájuk. Szóval szavazás előtt egy-két hónap, akkor kezdjük őket mozgatni, akkor kezdünk velük foglalkozni, külön beszélgetni. Viszont ez nem így kéne, hogy legyen, hanem a tagsággal egész évben kell foglalkozni. És azért hoztuk most ezt a új határozatot, hogy minden hónap utolsó csütörtökén találkozunk. És ha nem, akkor ha nincs valami politikai témánk, vagy nem úgy van, hogy nincs komoly ilyen aktivitás, ami a politikát illeti, akkor egyszerűen kicsit barátkozunk, összejövünk, barátkozunk, egy kis kávé, egy kis üdítők mellett, de találkozunk, ami a fontos. Egy VMS keretében működik a női fórum is, és a nyugdíjasok fóruma. Igen, van még ifjúsági, női fórum és nyugdíjasok. Hát ők, a női fórum, mondom, minden fórum most ilyen nyugodt állapotban van. Épp a tegnap hallottam, hogy hamarosan a női fórum szintén valami foglalkozást szeretne majd a gyerekeknek megrendezni. Itt lesz a kis teremben fönt. Ez is július folyamán lesz megtartva. Az ifjúsági fórum az most jelenleg stagnál, mivel hogy az elnökük kisbabája van neki, és most biztos egy pár hónapig kicsit szünetelni kell, hogy ő is aztán hozzáálláson a munkához, és hogy valamit csináljanak. A nyugdíjas fórum az dolgozik, viszont ők kirándulásokra mennek. Most szeretném ismertetni a hallgatókat, és a nézőket, hogy a VMS-nek a nyugdíjas fórumán keresztül 42 személy 5 napos kiránduláson vett részt Brüsszelbe, ahol a parlamenttől kezdve meglátogatták az ülésekön kívül, mert ott is voltak bent, meglátogatták azokat a jellegzetes épületeket, létesítményeket, amin keresztül működik ez az európai, illetve működnek az európai bizottságok. Hazajöttük el, innen Debrecenből is ketten voltak. Hazajöttük el nagyon-nagyon pozitív és szép élményekkel számoltak be. Hát ez is egy bizonyíték annak, hogy tulajdonképpen a VMS gondol a tagságára. Most az idén 42-en bírtak elmenni, de ez ezután tradicionálissá fog válni, úgyhogy mi is beszélgettünk arról, hogy ha jövőre kapunk helyet, akkor mások személyek fognak menni, de nem mindig ugyanazok, akik már tulajdonképpen voltak, és így bővülni fog azoknak a
azoknak az embereknek a száma, akik részt vetnek ilyen különböző szép kiránduláskon, amit tulajdonképpen a VMS. A VMS-t is Deli Andornak, a magyarországi Fidesznek a tulajdonképpen képviselője volt a rendező ennek az egésznek. De tudjuk azt is, hogy Deli Andor az a Vajdasági Magyar Szövetség tagja. De képviseletet kapott a magyarországi Fidesznek a listáján. Hát a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idén ünnepelte 25. születésnapját, mondhassuk így. Mostan szombaton 8-án volt ez megtartva Palicson. Nagyon szép kis műsor lett rendezve. Ki kell emelni, hogy új elnöke van, Sutus Áron névbe. Hát nem tudom, valószínűleg soknak ez a név nem jelent semmit, én ismerem Áront már nagyon régóta. Ő volt az egyik, mondjuk így a szövetségnek a jobb keze, akin keresztül ment majdnem minden, és aki angazsálta magát, hát ez is volt neki a munkája, ugye, hogy minden tökéletesen működjön. Ő lett most kiválasztva Dudás Károly helyett,